térség legcsaládiasabb gimnáziumának tartják a miénket. Kis létszámú gimnázium vagyunk, emiatt szinte mindenki mindenkit ismer, nagyon gyors az információ áramlás, és van egy, hát ezt igazából az éli át, aki ide jár, vagy több időt tölt, van egy kimondhatatlan, vagy elmondhatatlan családiasság az egésznek, és nagyon jó kapcsolat van a diákok és a tanárok között, és úgy gondolom, hogy eléggé demokratikusan működik az intézmény, tehát a diákok is nagyon sokféle programot szervezhetnek, és így a magukénak érzik az intézményt. A jövő évtől változtatunk egy picit a tanrenden. Emelt óraszámú képzést indítunk angol és német nyelvből, illetve a hatosztályos képzésünkben 7-től megjelenik a második idegen nyelv. Hát ezen túlmenően azt mondják, vagy mondjuk, hogy általános tantervű gimnázium vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus tantárgyakat 10-ig tanulják, és 11-ben lehet fakultációkat választani, ami heti 2 plusz órát jelent, és ha összejön a létszám, akkor igazából bármelyik tantárgyból indítunk ilyen fakultációs csoportot. Van sportolási lehetőség, illetve korábban sok igazolt sportolónk is volt, nekik nyilvánvalóan tudunk egyéni tanrendet biztosítani, tehát alkalmazkodunk az edzéseikhez. Vannak újságíró szakkör, rajzszakkör, és tehát ezeken kívül pedig az emélyre szabott felzárkóztatást, tehetséggondozást tudunk csinálni. Külön működik versenyfelkészítés, tehát hogyha valamelyik gyerek érdeklődik bármelyik tantárgy iránt, akkor fel tudjuk készíteni, illetve a emelt szintű érettségére is felkészítjük a gyerekeket. Aki elhivatott és tanul, vannak nagyon szép eredményeink, volt, amikor megyei országos versenyeket is nyertünk. Nyelvet eleve magas óraszámban tanulják, illetve az informatika oktatás eddig lezárult 10-ben, és a korábbi rendszerben nyelvből, idegen nyelvből és informatikából lehetett előrehozott érettségit csinálni. A 6 osztályos vagy a 6 évfolyamos osztályunkban ebből a diákok nagy része élt is, tehát már 10-11-ben angol, német vagy informatika érettségével rendelkeztek. Ez nyilván megkönnyíti a 12. év végére a való érettségi felkészülést, illetve lehetőséget teremt arra, hogy emelt szinten is elmehessenek vizsgázni. A gimnázium az arra jó, hogy egyrészt ad egy általános tudást, mi elsősorban gondolkodni és tanulni tanítjuk őket, és többféle témahetünk van, illetve a pályorientációs napon sokféle szakembert meghívunk, megnézzük a környékbeli vállalkozásokat, kitágítjuk a világképüket, és 18 éves korukra reméljük, hogy ezek alapján sokkal biztonságosabban el tudják majd dönteni, hogy mivel szeretnének foglalkozni. Egy vidéki kis gimnázium, de ebből a gimnáziumból is nagyon sokan, illetve akik tanulni akartak, tovább tudtak tanulni a felsőoktatásba, a villamosmérnököktől keresztül az agrármérnökön, az orvoson át, az informatikus mérnökig, tehát bármiféle iskolába bekerülhetnek a gyerekek a felsőoktatásba, illetve meg kell említeni azt, hogy a tantestület fele is itt érettségizett, tehát olyan nyomokat hagyott bennük a gimnázium, hogy egyrészt tanárnak mertek állni, másrészt pedig visszatértek az alma materbe.